Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Igen, igen, szavaznatok kell rám. Elindultam egy top modell versenyen, és szeretnék nyerni. Na jó, nem. Nem. A viccet félretéve, tegnap este fekszem az ágyamba, és egyszer csak csöng a telefon, bejött egy e-mail. Azt írja, hogy szia. Azért írunk, hogy szóljunk. Elindult az 1000 és 10 000 feliratkozó közöttiek szavazása, melyben te is jelölt vagy, és te is szavazhatsz. Bátoríthatsz másokat erre, és ott hagytak egy linket, a videó leírásában megtaláltuk a linket. Szóval tavaly többen jelentősen nőttek, bla 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 bla. Na, mondom akkor, ez tök jó, tényleg. Ezzel, tehát nem is tudtam, hogy létezik ilyen szavazás, hogy 1000 és 10 000 feliratkozók közöttiek szavazása YouTube-on, ki az év YouTube-osak 2017-ben, most már ilyen is van, úgyhogy kérem szépen, lehet szavazni rám és másokra, meg rám, jó? Na, linket itt hagyom a videó leírásba, ezt az okosságot kell csinálni. Na figyeljetek, ez ott a legjobb, tehát rámegyek az e-mailre. Mit kell csinálni ahhoz, hogy szavazzál? Ez ott a legjobb, tehát elsősorban be kell lájkolni az Instagram oldalt. Oké, hát már jól indult, tehát érted? Azért egyáltalán csinálj valamit, még be kell lájkold már az Instagram oldalt. Utána, mert utána Facebookon is be kell lájkolni, tehát ez nem úgy megy csak. Tehát Facebookon és YouTube-on is be kell lájkolja őket ahhoz, hogy valami történjen, és akkor utána jön a legjobb, szóval utána még regisztrálni is kell, hogy tudjál szavazni. Tehát ez nagyon fontos, regisztrálnatok kell, hogy tudjál szavazni. Ja most, nem tudom, hogy működik, de gondolom, erre köze nincs a Instagramnak és a Facebooknak ahhoz, hogy te most tudsz szavazni, vagy nem. A lényeg, ami lényeg, srácok, ha szeretnétek rám szavazni, mint 1000 és 10 000 feliratkozó közötti év YouTube-osa, akkor itt megtehetitek. Nem kérem tőled, hogy csináltuk meg mindenképp, mert tehát én egyszer kapok egy e-mailt, amire azt mondja, hogy csináld ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és akkor adok neked egy 1000-est, az nekem annyira nem fekszik. Szóval nem tudom ti, hogy vagytok vele, de az annyira nem. De viszont, ha van kedvetek, akkor regisztráljatok be, rányomtok a reglinkre, és ott lesz, kitöltitek az űrlapot, vagyis a regisztrációt, kaptok egy visszaigazoló címet, és akkor legörgettek oda a nevemhez, ott lesz, hogy Necrocream, és meg lehet szavazni, hogy mi lesz ennek a következő. Valószínűleg nagy semmi, írták is az e-mailben, hogy nagy semmi, de voltak szerencsések, akikre rátalált így egy szponzor, és a többi. Szóval bármi lehet belőle, csak kíváncsiságból, kíváncsi vagyok. Szavazatok, lehetek olyan kedvesek. No. Lényeg, hogy nem tudom, hogy mikor zárul le a szavazás, meddig tart a szavazás, ezt már nem írták meg az e-mailbe. Lehet, hogy fék az egész, nem tudom, tehát fene se tudja, legalábbis az Instagram oldaluk szerint ez nem annyira fék az egész, vagy hát fene se tudja, tehát így lehet, hogy az, lehet, hogy nem, de elég realnek tűnne. Annyira otthon vagyok a magyar YouTube médiában, tehát annyira benne vagyok, hogy mindenkit ismerek, és az összes magyar a kedvenc videós, YouTube videósom, szóval... Ja, igen. Szóval csak úgy kíváncsiságban. Ha van kedvetek, szavazatok. Ja, van. Igen. Nos, hát akkor a következő nagyon hasznos videóig. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy szavaztatok, akik szavazni fognak. Előre is. És hát majd találkozunk valamiféle eredményhirdetés. Gondolom, hogy lesz. Nem tudom, de reméljük, hogy lesz. Nos, addig is köszönöm a figyelmet. Sziasztok.